Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon Király Tamás, mai vendégünk pedig Kiszeli Zoltán, politológus, a századvég politikai jellemzési igazgatója. Itt van velünk a vonal túlsó végén, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásokat. Jó napot kívánok! Megszokhatták a hallgatók, hogy általában csütörtökön beszélgetünk, most viszont vasárnap van, tegnap volt a békemenet, és ezt fogjuk először értékelni. A mostani békemenetnek vannak-e tanulságai, illetve lehet-e leszűrni ebből bármit? Én egy új jelenség tűnt fel a magyar politikai életben, hogy eddig a baloldal nem nagyon tudott mozgósítani. Tehát egy-egy olyan rendezvény volt, talán Gyurcsány Ferenc a 2006-os kampányban az Andrási útnak egy kis részét tudta megtölteni, ez akkor egy óriási eredménynek számított, szemben a Fidesz akkori tömeggyűléseivel, mondjuk a, amelyek mondjuk rendszeresen a nagy ünnepeken voltak, és hát azóta is azt látjuk, hogy igazából nem a baloldali pártokhoz köthető tüntetések voltak, talán két 2018-ban a, a választás után volt egy nagyobb spontán tüntetés, amikor tényleg egy több tízezres tömeg vonult fel Budapesten. Na, nem a pártok szervezésében, hanem úgymond azért, hogy megmutassák, hogy van egy másik Magyarország is a, a, a nerhez képest. Na, leszámítva mondjuk az influencerek tüntetését, vagy az internetadós tüntetést, a internetadó elleni tüntetést, amelyek szintén nem a baloldali ellenzéki pártokhoz kötöttek, hanem ugye más csoportokhoz, amelyek akkor még ugye nem voltak kapcsolatban a, a baloldalon. Mondjuk látjuk, hogy az internetes tüntetés szervezői közül azért egyik-másik csak kikötött ilyen baloldali influencerként a, a baloldalon. Tehát magyarul azt látni, hogy eddig nem, és most Magyar Péter meg tudta szólítani azt a tömeget, azt az elégedetlen tömeget, amely, amely eddig külön-külön volt. Most már sokszor beszéltük itt a műsorban is, hogy Magyar Péter igazából azt próbálja meg, amit Orbán Viktor 2002-ben sikeresen megtett. Magyarul, hogy a, a fragmentálódott most baloldalnak a szavazóit úgy egyesíteni egy mozgalomban, egy pártban, hogy ne kelljen ezen pártok elitjével alkut kötnie. Ugye az Orbán Viktornak sikerült a 2002-es két forduló között, amikor az akkor jobboldali fragmentációt úgy tudta megszüntetni, hogy a különböző kisebb-nagyobb jobboldali pártok szavazói mind felsorakoztak a 2002-es választáson, a második fordulóban még versenyben maradt Fideszes jelöltek mögé, és, és a polgári körök mozgalommal Orbán Viktor nem csinált más, mint ezt a lendületet, ezt a lelkesedést, ezt az összefogást, ami alul, alulról jött. Na ezt becsatornázta, és a Fidesz mögé terelte, ezt követte 2003-ban a szövetségi alakulás, és ugye sikerült ezt azóta is megtartani, és az ő személye köti ezt össze. Na Magyar Péter valami hasonlóval próbálkozik, de igazából ő, ő csak az, az újdonság erejét tudja adni, meg azt az erőt, amit most még talán sokan éreznek mögötte, és hát így értik meg a hallgatók, hogy a különböző baloldali pártok és ellenzéki pártok vezetői miért vannak kétségbeesve, miért költenek ilyen sok pénzt reklámra mondjuk a közösségi médiában. Mert hát Magyar Péter ezeket a szavazói csoportokat úgy halásza el a, a meglévő pártoktól, hogy igazából nem mond nekik semmit, nem ígér nekik semmit, csak az újdonság ereje plusz a, 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 az erő érzete. Két-három rövid példát hadd mondja. Úgy látom, hogy például a, a, az oltás károsultak, akik eddig a, a, akiket eddig a mi hazánk szólított meg, ők is, mintha átcsúsztak volna, vagy mondjuk a, a deviza károsultak, deviza károsultak, ez is ugye eddig korábban a jobbik szólította meg őket, most úgy tűnik, hogy ők is átcsúsztak Magyar Péterhez. Az ellenzék váltó szavazók, ők vannak talán a legtöbben, akiknek elegük volt mondjuk már az eddigi baloldal próbálkozásaiból a negyedik kétharmad után. Tehát vannak ilyen releváns szavazói csoportok, amelyeket én úgy látom, hogy Magyar Péter magához tud húzni. Nyilván nem szólítja meg őket külön, nem is akarja, mert akkor minél konkrétabb ugye annál több csoportot veszít el. Tehát magyarul megjelent egy új jelenség. A baloldalon az, hogy ők is tömeget tudnak megmozgatni, és hát ehhez képest kellett most a békemenetet ismét a Fidesznek mozgósítania. És hát azt látjuk, hogy a jobboldali szavazók igényelték is. Ugye láttuk Bajer Zsolt korábbi megszólalásaiban, közösségi média bejegyzéseiben, hogy ugye ő ezt kifejezte, ezt a fajta hiányérzetet, ami nagyon sok jobboldali szavazóból is kikívánkozott, és hát most ugye mindig a választások előtt van olyan alkalom, amikor talán sokkal többen érzik azt a, törzszavazókon túl, hogy hogy, 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 a személyes jelenléttel is erősíteni kell azt az álláspontot, és hát ezért igazából úgy tűnik, hogy a választás előtt, ahogy, a, ahogy Magyar Péter is tudott mozgósítani a Fidesz, egy, egy, ugye egy nagyobb tömeget tudott mozgósítani, ugyanis ez a képek csatája is, magyarul, hogy hogyha a bal oldalon megjelenik egy tömeg, akár Debrecenben, vagy akár Szegeden, és lehet, hogy mondjuk Szegeden a Dóm tér, vagy annak a környéke, ugye, hogy néhány ezer, mert mi azért mégis egy tömeg, és a, a többi párt nem tudom, emlékszünk, hogy a DK Pilvax közben, meg az egyetem térre rendezte a, tüntetéseit, rendezte a tüntetését, mert ugye azok nem nagy terek, nem nagyon látszik a tömeg, vagy láttuk, ami most ugye ilyen kis cicaharc harc volt egyébként megint ugye a Várkert bazár előtt, ez már egyébként ez nem új, mert ez már régen volt egyébként nem a párt meg a miép között is, hogy a, a, a kisgazda sokan voltak, most a Magyar Péter támogatói voltak sokan, és ahogy régen a miépesek, most a dékások is, ugye mindegyik egy zászlóval a kezében megpróbálta a, a nagyobb tömegben elvegyülni azt a látszatot keltve, ugye, hogy a, a, zászlók miatt a, a, többiek, akik ott vannak, annak is, mint hozzájuk tartoznak. Ezek ilyen régi trükkök, de hát ugye ezekkel is próbálkoznak. Magyarul akció egyenlő reakció, Newton harmadik törvénye, az egyik oldal erőt mutat, a másiknak is azt kell. És innentől a képek csatája, ami a még bizonytalan szavazók Befolyásolni. Ugye, képeken nagyon jól nézett ki a tegnapi békemenet, mint ahogy nagyon jól nézett ki Magyar Péternek a tüntetése. És a kép csatán túl van narratíva csata is. Mert nyilván a Fidesz azt mondja, hogy minden idők legnagyobb békemenetét tartották meg. Magyar Péter meg azt mondja, hogy a legkisebb érdeklődés volt a mostani békemeneten. Melyik lehet az igaz? Az igazság mindig a kettő között van. Tehát nyilván Magyar Péter nem mondhatja azt, hogy igen, legyőztek. Tehát neki a saját támogatóiban kell tartani a lelkető, nem mondhatja azt, hogy, 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 hogy tényleg sokan voltak a békem. Tehát láttuk a képeket. Tehát az, hogy hogy kigyózott a tömeg, hogy az eleje már a Margit szigeten volt, a vége meg még el sem indult, és hát ugye, hogy a rakparton, meg a Margit hídon kigyózott a tömeg. Tehát ugye ezek olyan képek, hogy a drónfelvételeken is nagyon szépen lehet látni. Sokan, hát Magyar Péternek azért kell lesz most én mondani, mert neki június 8-án lesz még egy kampányzáró rendezvénye, tehát hát és nyilván neki most a, arra kell fölépíteni a narratívát, hogy, hogy, hogy nehogy eltántorod eltántorodjanak, vagy elbizonytalanodjanak a támogatói, és hát nyilván, hogyha most ugye ez a narratíva érvényesül a következő héten, hogy, hogy, hogy tényleg ugye a békepárti tábor az sokkal erősebb, mint a háborúpárti, vagy aki kimegy Magyar Péter tüntetésére, az a háborút támogatja, ugye akkor nyilván kevesebben lesznek ott, ha pedig ugye Magyar Péter megpróbálja lelket tartani a, a, támogatóiban, akkor abban reménykedhet, hogy hát Budapesten is egy nagy, mint ami volt már ugye egyszer a Kossuth téren, hogy, hogy most is egy legalább legalább akkora rendezvényt tud tartani. Egyébként ez nyilván azt mutatja, hogyha ez a két politikus vagy csoportosulás Orbán Viktor és Magyar Péter tud nagy tömeget az utcára vinni, akkor a bizonytalan szavazók egyrészt feléjük húznak, nyilván a Fidesz a béke témájától reméli azt, ami 2022-ben egyszer már ugye eredményes volt, hogy a bizonytalan szavazók a háború és a béke kérdésében nyilván a békét választják. Magyar Péter meg abban reménykedik egyébként kimondva kimondatlanul, hogy ez a, a külön a, 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 a köztévés vitában nagyjából el is hangzott meg azóta is, amikor ilyen, amikor kerülve a vitát ilyen kényelmes helyzetekben, ilyen kinyilatkoztató pozíciókból beszél, hogyha Magyar Péter azért egy legalább a Kossuth térrel azonos tömeget tud az utcára vinni, hogy amit a politikatudományban a hasznos szavazat elvének hívunk, hogy a kieső pártokra nem szavaznak az emberek, mert azt akarják, hogy a szavazatukból mandátum legyen, hogy Magyar Péter főként egyébként a kisebb baloldali pártok szavazóit akarja elhalászni, azt látják, hogy a saját pártjuk 1-2-3 százalékon van, tehát a 5 százalékos európai parlamenti bejutási küszöb alatt táncol. Látva a tömeget, azt gondolják, hogy akkor inkább oda szavaznak, mert akkor inkább lesz a szavazatukból mandátum, és hát ez nyilván még lejjebb azokat a törpe pártokat, beleértve most már egyébként lassan a momentumot is, MSZP-t is, a kutyapárt is aggódhat a mandátumáért, illetve hát ugye, hogy ezt a, az ellenzékváltó hangulatot, hogyha még meg tudja lovagolni Magyar Péter, az utolsó napokban, akkor nyilván a mi hazánktól is, csak a kutyapártól is még el tud halászni további szavazókat, tehát ezért is fontos a képek csatája, és valóban a narratívák csatája is. Viszont ami számomra érdekes, tegnap kiraktuk az Ultrahang Plus csatornájára azt a kérdést, hogy ő már eldöntötte, hogy kire fog szavazni június 9-én, és 91 százalék, 2200-on válaszoltak eddig, nyilván nem reprezentatív a mérés, de 91 azt mondja, hogy igen, 3 mondja azt, hogy nem, és 6% mondja azt, hogy nem megy el. Mondhatjuk, hogy a 3%-ért, és tudom, hogy az Ultrahang plusz nyilván olyanok hallgatják, akik magas közéleti érdeklődéssel vannak, de mondhatjuk azt, hogy mondjuk a mi esetünkben ebben ezért a 3%-ért zajlik jelenleg a küzdelem? Ja, azért a 2200 ember az nem kevés, hiszen ugye mi például a század végén az Európa projektben országonként 1000, 1000 embert kérdeztünk meg, nyilván az reprezentatív kutatás volt, de azért a 2200 az nem kevés Magyarországon sem. Igen, tehát hogyha ezt nyilván felszorozzuk, akkor ez több tízezer vagy akár százezres nagyságrendet is jelentett hát országosan, nyilván most itt a, a matematikai és statisztikai lábjegyzetekkel megtoldva ezt a mondatot. Magyarul igen, tehát azt látszik egyébként a tank még szerint a legtöbb szavazó két-három héttel a választás előtt eldönti, hogy elmegy szavazni és kire. Tehát a nagyja valóban. Ha nem is talán 91 százalék, de, de valóban mondjuk a, a nyilván a, a, törzszavazók, azok ha törik, ha szakad, ha fúj, ha süt a nap, ők mindig elmennek. De vannak ugye az szavazók, héjszavazók, vagy, vagy peremszavazóknak is hívják őket, akik inkább húznak egyik másik oldalhoz, és ha megszólítják őket, vagy érzik a választás tétjét, akkor elmennek. És hát igazából ugye vannak tartalékok, tehát itt igazából most ez az érdekes, mert a, 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 az eddigi választásoknál, főként a 18-as és a 22-es választásnál az látszott, hogy igazából ez a 3 ez jóval több, hiszen, hogyha olyan témák vannak a, a napi renden, vagy hát így a kampányban, amelyek azokat az embereket is megszólítják. Magyarországon 30 százalékot, akik nem szoktak szavazni menni, na akkor ezeket, hogyha rendesen meg tudják szólítani, akkor, akkor, akkor ők is elmennek szavazni. Tehát ilyen szempontból ez a 3 százalék, ez jóval nagyobb lehet, csak hogy érthető legyen, amit mondok. 18-ban a migráció témája volt az, ami rengeteg embert megszólított, olyanokat is, akik nem szoktak szavazni menni. Mert én is mondjuk, amikor Borsodban kampányoltam, akkor fölállt például egy falunak a cigány polgármester, és azt mondta, hogy igen, mi pontosan tudjuk, hogyha bejönnek a migránsok, akkor például a, a, a szociális ellátásban olyan verseny keletkezik, amiben nem biztos, hogy ők jól ö, fognak szerepelni, mert ha Brüsszel ugye a migránsokat tolja, akkor azok a magyarországi szegények, köztük nagyon sok cigány ember is, ugye, akik nem tudnak egyről a kettőre jutni, vagy, vagy, vagy a szociális ellátórendszere jobban rá vannak szorulva, mint a többségi társadalom akkor ott konkurencia lesz. Tehát például ez, a, ez az alsó réteg, amely nem szokott politikával foglalkozni, ezt azonnal megértette, és elment szavazni. Vagy mondjuk ilyen volt 22-ben a háború és a béke kérdése. Tehát 22-ben nyilván azok az emberek, akik nem szoktak politikával foglalkozni, azt megértették, mert eljutott hozzájuk, hogy mi a választás tétje. Mindig egy mondatban, hogy a fodrász, a zöldséges, a taxisofőr, a szomszéd, a jól értesült nagybácsi, vagy valaki, akit referencia személynek elfogadnak, mondta, hogy figyelj, az a kérdés, hogy akarsz-e a frontra menni, vagy nem, vagy akarsz-e sorkötelezettséget, vagy nem. És hát rögtön nyilván mindenki magának ezt így végiggondolta, vagy magában. És ugye ott ezért jöttek olyan szavazók, és ezért is volt ilyen magas a részvétel mert olyan szavazók is megjelentek, akik, akik eddig nem szoktak. Vagy ilyen volt egyébként az oltás is, tehát ha megnézzük, az osztrák számok nagyon szépen mutatják, nálunk, mint mondtam, a mi hazánk az, amely az oltáskárosultakat megszólította, hogy például az osztrák szabadságpárt olyan szavazókat tudott mozgósítani, direkt oda mentek, ahol 65%-nál alacsonyabb volt az átoltottság, mert ott ugye az oltás ellenesség sokkal magasabb. És olyan szavazókat tudtak behozni, szavazni, akik nem biztos, hogy elmentek volna, de olyan témát találtak, migráció, oltás kérdés, háború és béke kérdése, ami, ami rögtön mozgósította őket. Tehát ez is várható egy magasabb részvétel, inkább 60 vagy akár 60 vagy a fölötti részvétel most Magyarországon, mert olyan témák vannak napirenden, amely ezeket az egyébként nem nagyon szavazó csoportokat is mozgósítják. Nyilván értük zajlik a, a, vita, igen, vagy az utolsó napok küzdel. Na akkor itt beszéljünk egy kicsit a kampány témáról, ugyanis én a saját ismerősi körömben, meg úgy általában is tapasztalom azt, hogy minden Mindenki próbálja kitalálni, hogy most akkor az, hogy kötelező sor katonaság, meg hogy háború, az a Fidesznek a propagandája, és csak a megafon mondja, de valójában nincs semmi, vagy az egy tényleges terv. És uh, most például Magyar Péter jelentette azt be, hogy ő a Facebookhoz, a választási irodához fordul azért, mert ez már rémhírterjesztés, és hogy ő egyáltalán nem háborúpárti, és, 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 fel van emiatt háborodva. Uh, és ugye nagy kérdés az számomra, hogy, hogy mi itt a választási a valódi, téti, vagy a Fidesz azt mondja, hogy csak a béke, csak a Fidesz. De az ellenzék, is azt mondja, hogy valójában ők sem akarnák háborúba vinni az embereket. Én, tehát, ha megnézzük tényleg a, a, háború és a béke kérdése most az, ami a legégetőbb. Tehát ez, ez, ha, ha le van írva, nem ez lesz a választólapon. lapon. A meg, nagyon röviden, mert ugye az időnk az véges, ugye az ultrahangon szoktunk erről beszélgetni, katonai elemzők ezt jobban el tudják mondani. A háborúnak van egy borzasztó matematikája. Ugye Németországban nőttem fel, és hát ugye a német iskolákban, német családoknál, főként amikor nagypapákkal beszélgettem, ugye ők azt az ő elbeszéléseikből, én olyan párhuzamot látok, hogy nem most ott tart, mint a náci Németország 1944-ben, ami a katonai helyzetet, a, lőszer és a katona utánpótlást jelenti. Tehát három mondatban a háború té a választás tétje, hol áll a háború most, és akkor rögtön megértik a szavazók, hogy Macron elnök, illetve a német védelmi miniszter, vagy a, vagy, vagy a lengyelek, a, a horvátok miért vezetik be a sorkötelezettséget, és miért veti fel Manfred Weber, az Európai Néppárt vezető, hogy Németországban is vissza kell állítani a sorkötelezettséget. Ugyanis ez a háború matematikája. Tehát Sajnálom, ugye a Zelenszky azt mondta, 31 ezeren haltak meg, ez az arus nép főnök a 31 ezer hősi halott pótlására fél millió katonát kért hogy az előző vezérkari főnök. Ebből a félmillió katonából nagyjából 150-200 ezeret tudtak tényleg lasszóval, embervadászattal összeszedni. Tehát nincs elég katona Ukrajnában. Aki meg ott van férfi, az meg nem akar harcolni, mert 6-8 óra alatt meghalnak a fronton. Tehát az Ukrajnában lévő férfiak nagyjából még erre az évre biztosítják Ukrajnának, az ukrán frontnak az ember szükségletét. Ugye van, azért van szó a 650 ezer nyugaton élő ukrán hazaküldéséről, mert idén elfogynak az ukrajnai ukránok, és akkor jönnek a a 650 ezer ukrán, aki Nyugat-Európában él. Ugye már egyre több ország jelezte, most már a németek is, hogy hazaküldik őket. Ugye az a kérdés, hogy most szerkesztő küldjük-e a frontra, vagy Olekszandert? És hát nyilván most mindenki azt mondja, hogy Olekszandert küldjük, mert hát jobb, ha ő megy a darálóba, mint ha mi. Mi a rossz hír, hogy ez a 650 ezer férfi, ha mind hazaküldenék őket, nagyjából másfél-két évre fedezni a Ukrajna ember szükségletét. Napi 500 kötőjel ezer véres veszteség van, ha támadnak, akkor ezer. Tehát azt látjuk, hogy az ukrán emberanyag, vagy a Soros György mondta 93 ban hogy kelet-európa emberanyagát a NATO technikai bázisán kell az oroszok ellen harcba küldeni, tehát az ukrán emberanyag az maximum két évre elegendő, vagy két és fél három évre. Hogyha Zelenszkij támadna, hogy ezt mondja jövőre, akkor ez másfél-két év. Tehát magyarul legkésőbb két-három év múlva, de ha az ukránok támadnak jövőre, akkor két év múlva elfogynak az ukrán férfiak, akiket még lehet használni. Nők is egyébként, ugye. Tehát 50 ezer női egyenruhát is rendelt. Tehát mit látunk, hogy ha két-három év múlva elfogynak az ukránok, akkor ki fog harcolni, mert az oroszoknak ugye van pénzük, 2000 dollárt fizetnek a, a hmm. szerződéses katonáknak, és ott havi 30 ezer katonát tudnak hadrendbeállítani, mert még mindig a, a Kaukázusnak, Kelet-Közép-Ázsiának az emberanyaga, még mindig ezt a 2000 doll havi 2000 dollárt, ezt ugye elég soknak tartja ahhoz, hogy vállalja a kockázatot illetve ha valaki meghal, 65 ezer dollárt kap a családja. Ugye soha ennyi pénz nem volt az orosz vidéken, mint most, hát sajnos ugye a hősi halottak áran. Tehát mi történik? Nyugat-Európában azért kell bevezetni a sorkötelezettséget, mert elfogynak az ukránok, és ha most eldöntik, ugye a választás után akarják eldönteni, ugye Weber is ugye azt mondja, hogy a választás után kell erről beszélni, mi történik? Most elkezdik kiképezni a nyugati fiatalokat, akkor két év múlva már lehet őket is a vágóhídra küldeni. Tehát ugye a németeknél is ez volt 44-ben, már nem volt ki, ugye német katona nem volt, és akkor megpróbálták ugye mindenhonnan összeszedni a férfiakat, például ezt kevesen tudják, de hogy Szálasi, amikor 44 októberében hatalomra került, kötött egy szerződés Hitlerrel, és 50 ezer magyar katona, 50 ezer magyar fiatalt átadott az SS-nek. Tehát őket ugye 44-ben ősszel kiképezték, belőlük alakítottak ki két SS hadosztályt, mert már annyira nem volt német katona, hogy úgymond ilyen államközi szerződéssel is 50 ezer magyar fiatalt átadtak a németeknek, ezek leventék voltak egyébként, akiket ugye át, átirányítottak Németországban, de hát nagyjából az ukránok is most itt tartnak, hogy nincs elég katona, próbálnak ugye valahonnan szerezni, otthon már nem nagyon találnak önkénteseket, a nyugaton élő ukránok nem nagyon akarnak hazamenni, ugye látunk egy olyan törekvést is, olyan országokba próbálnak majd menni, mint Magyarországra, amelyek ugye nem fogják őket kiadni, tehát látunk egy ilyen másodlagos mozgást is. Tehát a háború helyzete nagyon durva, és hát igazából, ugye ha, ha erről is ugye nem, nem illik beszélni, de hát, bejött mondjuk két millió migráns erói, Opába, ezek fiatal katonakorú fiatalok. Csak hát ugye most az a kérdés, ugye, ha megkérdezték ezeket, hogy menjenek haza Szíriába, kiképzik őket ugye katonának, Európában adnak nekik fegyvert, menjenek haza Szíriába védeni a hazájukat. nem azért jött Németországba, hogy őt hazaküldjék, vagy, vagy visszaküldjék Afganisztánba harcolni, tehát semmi gond, akkor majd kiképzünk vízezetékszerelőnek, meg bádogosnak, meg ácsnak, meg asztalosnak, és építsd újra a hazádat. Mondta, hogy nem azért jött Németországba, hogy hazaküldjék. Hát most képzeljük el, hogyha Németországban, meg Franciaországban, Angliában visszaállítják a sok kötelezettséget, az ott élő német németeket, franciákat, angolokat be fogják hívni, őket ugye meg tudják fogni, mert nekik van veszteni valójuk, és majd megnézném én azt a, azt a szír vagy afgán migrást, akit be akarnak rántani katonának, hát szerintem, hogyha ő lesz, amit éles fegyvert kap a kezébe, ő fogja elsőként lelőni a kiképző tisztet vagy a tábori csendőrt, mert ezek az emberek nem félnek a haláltól. Hát átjött a, a sivatagon, majdnem szomjan halt, ugye átjött a, a földközi tengeren, majdnem a tengerbe fulladt, hát jön, jön, egy, jön két német rendőrnő, és azt mondja, hogy itt a behívó parancsát kiröhögik őket. Tehát azt látjuk, hogy megint ugye az európaiak lesznek azok, amely, akik már a migráció árát megfizették, és hát könnyen lehet, hogy azokban a nyugati háború párti országokban, ahol bevezetik a sok kötelezettséget, ott az emberek lassan az életükkel is. Na tényleg erről szól a választás. Mert a globalista elitek, mint Soros György azt 30 éve megírta, a kelet-közép-európai emberanyagot akarják, mint oly sokszor, a, az oroszok ellen hadba küldeni, és hát ezek a baloldali magyar politikusok, vagy a háború párti politikusok, ők mit csináltak? Mindent megszavaztak Brüsszelben. A migrás megszavazták, a hitelfelvételeket, a fegyverküldést, mindent megszavaztak, és ugyanúgy, ahogy hogy a gurló dollárokért cserében ezeket megszavazták, feltehetően, miután most a kérés lém, nem a migráns kvóta, mert azt hogy a többséggel keresztül tolták, hanem most a kérés a katonák küldése, mert előbb-utóbb tényleg elfogynak az ukránok, vagy a franciák hogy most csak néhány száz kiképzőt küldenek, aztán majd ezek is el fognak fogyni, akkor küldenek majd másokat, aknaszedőket, meg határőröket, ugye azokat is az oroszok előbb-utóbb le fogják vadászni, akkor kell küldeni. Ja, van még egy rossz hír egyébként, ugye, amit Macron elnök mond, hogy a nyugati katonákat akarják küldeni, a nyugatnak az USA nélkül nagyjából, meg mondjuk Törökország nélkül nagyjából 200 ezer, maximum 300 ezer katonája van. Tehát hogy nyilván az amerikaiak nem olyan hülyék, hogy a sajátjaikat küldjék, amikor nekik máshol is van feladatuk, mondjuk Ázsia. A, törökök meg nyilván azt mondják, hogy most voltam Isztambulban, a törökök mondják, hogy ők semlegesek, ők, ők tárgyalni szeretnének. Erdoğan elnök meghívta az oroszokat is, az ukránokat is. Ankarába üljenek le megint az asztalhoz, de nem úgy, mint 22-ben, amikor Boris Johnson közbe jött, hanem mondta, tehát Erdoğan elnök egy békepárti álláspontot képvisel. Mondják is a törökök, hogy a háború rossz az üzletnek, ugye kevesebb ukrán turista jön, megdrágult az élelmiszerár, és egyébként ott Isztambulban az, az afrikai kollégánk panaszkodtak, mondjuk Egyiptomban meg kellett emelni a, a kenyér, az államilag támogatott kenyérnek az árát, 5 piaszterről 20 piaszterre, és mi a probléma, hogy az emberek jövedelme nem növekszik ilyen gyorsan, mint a gabona ára. Tehát azt látjuk, hogy a, hogy a nyugati katonák is maximum egy évre elegendőek, aki most katona, azok nagyjából 200 ezer nyugat-európai katonáról beszélünk, maximum 300 000 erő, de már a szakács is benne van, meg az éjjeli meg a portás, akkor ezek egy évre elegendőek. Tehát három-négy évre van maximum a nyugatnak katonája, mint mondtam, ha Zelenszky támad, akkor ez két-három év, és elfogynak. Tehát az kötelezettség azért egy valós kérdés, mert nem lesz kit a háborúba dobni, mint a németeknek 44 nyarán. Eddig értem, és azt is értem, hogy a Fidesz nem szeretne háborút, de mennyire hihetünk az ellenzéknek? Mennyire hihetünk Magyar Péternek, vagy a demokratikus koalíciónak, hogy ha ők helyzetbe kerülnének, akkor valóban nem támogatnák a háborút, hiszen ők most ezt mondják. Jó, hát a Gyógyságy ferenc Ferencet érdemes idézni, nem bontják ki a valóság minden részletét. Amikor Magyar Péter is azt mondja, hogy ő megtartaná a kerítést, a baloldal is azt mondja, hogy megtartaná a kerítést. Miért? Egyrészt, mert tudják, hogy ha más mondanak, rögtön veszítenek, még a sajátjaik is szembefordulnak velük. Kettő, igazából azért, mert tehát így érdemes ezeket a háború párti politikusokat érteni. Ami, ugyanúgy, ahogy a kerítésnél, ugye a sorkötelezettségnél, a katonáknál is. Miért mondják az, mi a magyar Péter is, miért mondja azt, hogy megtartanák a kerítés? Mert mi a nyugati álláspont, hogy a kerítés maradhat, de a határát ha valaki azt mondja, hogy ő kiskorú, homoszexuális vagy áttért keresztény, azonnal be kell engedni. Tehát persze, hogy megtartják a kerítést, ha szélesen nyitják a kaput, mondván akárki akármit mond, fölmondja a soros szervezetek kis a, a szöveget, hogy ő homoszexuális vagy áttért keresztény, akkor már is be kell engedni, mert nem lehet hazaküldeni. Ugye Szerbia a nyugatiak szerint, az Unió bírósága szerint nem biztonságos ország, tehát magyarul persze, hogy megtartanák a kerítést, ezzel ámítják a baloldaliakat, meg a bizonytalan szavazókat, és azt nem teszik hozzá, hogy szélesen nyitnák a kaput. A sorkötelezettség ugyanezeket látjuk. Tehát ugye mit mondtak először, hogy csak párnákat, hogy sisakó, sisakokkal, sisakokkal küldünk. Igen, igen, mindig a párnál. Hát útelágazódás. Tehát az a lényeg ugye itt is az volt, hogy nem küldünk fegyvereket, aztán küldtek, hogy nem támadjuk meg Oroszország területét. Most a britek azt mondták, hogy hát oké, lehet Oroszország területét is lőni. Tehát mit látunk, mit mondanak most a háború párti és politikusok, hogy nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Ugye utána mi következik, már ez már, már spekuláció hozzá kell tenni, hogy hát majd azért kell a sorkötelezettség, hogy megvédjük a területünket. Ugye de miközben ugye azt látjuk, hogy Magyarországon egyébként a, 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 a honvédségnek az a, a létszámigényét a kadét iskolák fedezik. Hallgatók nem tudom, tudják, hogy nagyjából 150 kadét osztály van Magyarországon, tehát 150 olyan osztály, ez nagyjából ilyen 20 fiatalt jelent, akik önként jelentkeznek kadétnak, ez nagyon fontos, illetve maguk választják a honvédelmet, a, a katonaságot, mint szakmát. Tehát azért tanulnak 150 iskol, osztályban, iskolai osztályban, hogy később katonák lehessenek, és ez nagyjából 7500 fiatal, aki most jelenleg Magyarországon ilyen kadét iskolákban vagy kadét tizedét tanul, tehát ők ezt önként vállalják, és nyilván, amikor elvégzik, akkor dönthetnek, hogy a honvédséghez mennek-e. Ha csak a fele mondja azt, hogy ő szeretne katona lenni, akkor ez nagyjából fedezi a honvédségnek a, a létszámigényét. Tehát Magyarországon megvan egy olyan módszer, ami, amivel tudjuk biztosítani a honvédségnek a, a létszámigényét. Tehát nekünk megvan az, az az, 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 eszközünk, mert nyilván vannak ezek a honvéd, vagy mi ez a olyan iskolának hívták régen, most talán valami honvédelmi szakközépiskola neve, tehát önként jelentkeznek fiatalok, és ugye vállalják ezt a, ezt a hivatást, ezt választják. Ugye, a, a, tehát a politikusok a baloldalon majd azt fogják mondani, hogy hát, hogy azért kell a sorkötelezettség, hogy, hogy igazából, ha már többiek bevezetik, akkor mi is bevezetjük, vagy többségi döntéssel elfogadják, hogy ne felejtsük el, hogy, a, hogy a az EU-lista vezetők brüsszeli vitájában ugye elmondták, hogy át akarnak térni a többségi szavazásra, és hogy többségi szavazással elfogadták a migráns tehát ki tudja, hát ha elfogadják az európai sorkötelezettséget is többségi szavazással, és akkor a dollár bal azt fogja mondani, hogy hát ha már Brüsszelben elfogadták, akkor nem tudunk mit csinálni, Csinálni, mi nem akartuk, de hát végül is, hát Brüsszelben elfogadták jogállamiság, demokrácia, európai értékek, magyarul mehettek a hústarálóba. Tehát ezért kell a baloldaltól félni, mert nem bontják ki a valóság minden részletét. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy hogy látja vasárnap, ugye jövő vasárnap, pontosan egy hét múlva választások lesznek, hogy amikor másnap felkelünk, akkor ugyan ilyen szintű lesz majd a politikai hőfok, hiszen eddig azt láttuk, hogy február óta gyakorlatilag a kegyelmi botrány óta ilyen szintű a hő, politikai hőfok, vagy azt mindenki elmegy nyaralni, mindenki megnyugszik, és ősztől már egy új politikai világra ébredünk. Már hát először is azt kell nézni, hogy a fronton mi lesz a helyzet. Ugye pont úgy néz ki, hogy az ukránok az utolsókat rúgják, az oroszok meg most készülnek a nyári had, hadjáratukra, miután a téli hadjáratukban ugye az ukrán energetikai infrastruktúrát támadták, gyengítették. Most a tavaszi hadjárattal ugye Harkov felé egy új irányt nyitottak, miközben a többi 6-8 nyomáspontot folyamatosan ugye püfölik, hogy az ukránok ugye minél több helyre kelljen szétosszák azt a kevés erejüket, ami van. És hát azt látjuk, hogy bizony az oroszok most szedelőzködnek a nyári had, hadjáratukhoz, hát majd meglátjuk, ugye, hogy, 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 ez mennyire ez sikeres. Tehát minimum szum irányából, vagy, vagy Kiev irányába várható újabb orosz támadás. Tehát egyrészt ez fogja meghatározni, mert ugye látjuk, hogy nem véletlenül vetik fel a háború párti politikusok, hogy Lengyelországból és Romániából kéne az, az orosz rakétákat Ukrajna fölött leszedni, ami egy újabb vörös vonal átlépése. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy amint meglátjuk a választási eredményt, akkor egy tisztulás lesz, tehát az biztos, hogy a kis pártoknak a vezetői majd minimum magyarázkodnak, hogy hát miért nem sikerült, vagy miért maradtak messze 5% alatt, illetve hát azt látjuk, hogy aki talpon maradt, ugye a baloldalon ez feltehetően Magyar Péter lesz, illetve az ellenzékváltó pólus, hogyha a kutyapártnak vagy a, vagy a mi hazánknak is sikerül legalább egy mandátumot szerezni, akkor inkább ott látok egy csatát, mert Magyar Péter azt reméli, hogy ő a, a DK fölé nő, tehát a, ugye a század végig bemutatta most a héten a számait, mi 45%-ot mérünk a Fidesznek, nagyjából 23 a Magyar Péterféle pártnak, Na, akkor és 10 valamelyik. Két alacsonyabbat mérnek 2%-kal, mint mondjuk a nézőpont, többi helyen ilyen 47 en a Fidesz. Hát valahogy így, tehát 45, tehát 45 és 50 között akkor mondhatjuk ki, tehát ez két kétharmad lenne egy mostani választáson. Tehát ez, tehát ez, ez most így most nincsenek előttem a számok de, de nagyjából ilyen 45, akkor pontosítok 45 és 50 százalék között mértük most a konkrét szám nincs előttem, mert most nem írtam föl, de az a lényeg hogy hogy a baloldalon viszont a Tisza erősebb lesz a, a DK-nál, ez, ez most látható és akkor elindul egyrészt egy harc a DK és Magyar Péter között a baloldal dominanciájáért, ugye Magyar Péter most azzal ámítja a, a híveit hogy nem kell koalíciót kötni egy úrcsánynal de egy 15 százalék közötti DK az, az, az ugye egy koalíciós kényszert jelent, tehát a Magyar Péter megpróbálja majd ledarálni a DK-t, ami ellen a maguk 40 éves rutinjával tiltakoznak, küzdenek, és hát Magyar Péternek egy másik, egy kisebb csatát is kell vívni a kutya mi hazánkkal, hiszen neki ezekre a szavazatokra is szüksége lesz ahhoz, hogy minimum utal a Fidesz, vagy megszorongassa. Tehát magyarul inkább a baloldalon látunk egy cica majd, a DK és Magyar Péter között, illetve Magyar Péter és az ellenzékváltó pólus megmaradt pártjai között és hát közben egyébként, a, mint mondtam, a háború fogja meghatározni a magyar politika életet, mert hát ha az bekövetkezik, amit mondtam, minimum az orosz nyári offenzíva, illetve a nyugati katonák küldése, vagy a választás után majd ősszel az új Európai Parlamentben a sorkötelezettség és az ukrajnai háborús segítségnek. Mondjuk nyáron a NATO csúcson ugye a NATO főtitkár meg akarja duplázni az ukrán fegyveres segítséget 20-40 milliárd euróra évente, tehát ezek mind olyan témák lesznek, amelyek a Fidesz béke párti álláspontját fogják erősíteni, hiszen azt látjuk, hogy a Ukrajna helyzete egyre inkább romlik a fronton, úgy fognak a háborúpárti politikusok egyre nagyobb ö, ö, támogatást, nem csak pénzügyi, hanem fegyver és katona támogatást követelni Ukrajnának, és ez mindegyébként a Magyar Péter azért tiltakozik most, mert ez mind a fejére fog omlani. És ahogy ez a fejére omlik majd a választás után, úgy fogja elveszíteni azokat a támogatóit, akik nem pogy az o szektorból jönnek, akiknek mindegy, csak ugye csak ugye valami történjen. Tehát Ilyen szempontból egy nagyon izgalmas nyarat várok, és hát egy tisztulás, mert azok a szereplők, amelyek most nem jutnak mandátumhoz, azoknak nyilván a, a, a politikai túlélése az nagyon komoly veszélybe kerül. Hiába van a párbeszédnek, az LNP-nek, a, 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 a többieknek a jobbiknak erő, parlamenti frakciója. Ugye, hogyha most kiesnek az Európai Parlamentből, akkor a felbomlási jelenségek egyre erősödnek, egyre több politikusok lép ki a pártból lesz független, igazolát más. Erősebb pártokhoz, illetve hát azt is látjuk, hogy ez egy ördögi kör, mert ha most nem lesz mandátumuk, akkor a most 3-4 százalék az lefelé megy. Hát nyilván az kérdés, hogy ugye Dávid hogy fog szerepelni, vagy mondjuk egy-egy párt, mondjuk meg tudja, mondjuk az MSP meg tudja tartani a 13. kerületet, mert ebbe tudnak majd kapaszkodni, és ez lehet mondjuk a 26-os országgyűlési választáshoz való öm, öm, újraépítkezésnek a kiinduló pontja. Tehát mindenképpen egy izgalmas nyarat várok. A nyaralás biztos része lesz, de mondjuk ilyen szempontból én a fronttól látom leginkább meghatározva a magyar belpolitikát, mert a témák most sajnos onnan jönnek. De akkor egy utásfutáni kérdés, hogy arra számít-e, hogy Gyurcsány Ferenc akár még több ellenzéki politikust felszív a mint ahogy láttuk, hogy most az MXP-vel milyen szövetséget kötött? Tehát párt szintén nem hiszem, hiszen a pártok nem nagyon tudnak már mit hozni. Tehát, mint mondtam, magyar Péter úgy szervezte ki a meglévő baloldali és ellenzéki pártok szavazóbázisát, hogy nem kellett alkút kötni a vezetés. A gyújcsányéknak nem a, a, a tehát ők nem akarnak alkut kötni. Most már megkötötték a párbeszéddel, meg az mszp vel az alkút, hát nem sokat adtak érte, mert mondjuk a párbeszédnek is, ha jól emlékszem, a hetedik helyen van a jelöltje a közös listán, tehát, tehát nagyon keveset kellett adnia, de. de nem tudnak mit hozni, tehát a maximum olyan politikusokat érdemes most már a DK-nak csak átigazolni, akik a választásokon mandátumhoz jutottak, tehát új mondátummal rendelkező polgármesterek például, vagy önkormányzati képviselők, akikkel mondjuk a, a DK felé fordulhat a helyi többség, mint történt az 19. novemberében mondjuk a fővárosi közgyűlésben, amikor ott a DK átigazolt két MSZP-st, vagy Zuglóban kicsit később, amikor szintén a, a, a kerületi önkormányzati testületből tudott a DK öm, 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 szocialista politikusokat átcsábítani. Tehát vannak ilyen, vannak ilyen. Én inkább erre számítok, hogy a mandátumot szerzett politikusok mozgása az, ami. Tehát érdekes, hát nyilván most, hogy a TISZA párt mondjuk tényleg 20% körül szerepel akkor az mondjuk nyilván egy olyan mágnes, vagy olyan vákum, ami akár mandátumot vesztett politikusokat, vagy, vagy olyanokat, akik nem kötődnek szorosan egyik másik párthoz, és mandátumot szereztek felőjük. Úgyhogy biztos, hogy ősszel megint, hogy a gyurcsányék ugye csinálták ezt az átigazolási hullámot hetente egy hír, nyilván ennek a mintájára várható, hogy akár Magyar Péter, akár a DK megint hogy egy, egy hét egy hír valakit majd átigazol, és ezt látványosan bejelenti. Tiszteli köszönjük szépen! que se não